hónapot ígértem navigációs ismertetőt. Bonyolult dolog. Végül is annyira nem. Háromféleképpen lehet navigálni a Huey-val. Van a VOR, vagy ILS, ez a NavCom panel. Most ki van kapcsolva, és elvileg 106-ról, 107-ről indul. Minden egyes reptérnek, ugye most én beállítottam az előbb Sochi Adlert, ami 111,1 ILS-sel rendelkezik. Megvan a saját ILS frekvenciája, és ezzel tudunk rá hangolni, és követni ezt a, mindjárt megmutatom, hogy hogyan ezt a jelet. Van a másik, az NBD, itt látható egy, ez a Non-Directional Beacon, ő azért jó, mert ebből jó sok van a térképen. Most ez itt sajnos nem látszik, itt is van egy például, itt is, de van egy úriember, akinek majd a videóját berakom, vagy a képét, csinált egy egész kis baráti térképet arról, hogy hogyan is néznek ki, és hol vannak ezek a beaconek, és hogyan kell rájuk hangolni, azt majd mindjárt megnézzük. De a lényeg az, hogy ILS-sel meg tudjuk állapítani a legközelebb, illetve azt a repteret, amelyiket szeretnénk. Nyilván az ILS-nek megvannak a hátrányai, tehát például nem közvetlen a rálátásunk néha, tehát előfordulhat, hogy kicsit magasabbra kell mennünk, hogy tudjuk venni a jelet. No, hogyan is kell az ILS-sel bánni? Ugye 111,1 volt a frekvencia, amit keresünk. Betekerjük ide, és ezért, hogy megmutassam, ezért átmegyek ide a másodpilótához. Mert hogy itt most off-on van, és át kell tekerni a power-re ezt a navcomot. És amint áttekertük a power-re, hallani is a háttérben, ahogy pittyeg az ILS. Ha én ezt most kikapcsolom, itt látszik, hogy ez a navigációs műszer, ez visszaáll középre, illetve hogyha bekapcsolom, akkor eltekeredik. Ez azt mutatja, illetve ezzel azt tudjuk megnézni, hogy nagyjából, ja igen, és nagyon fontos, hogy itt ezzel a kis görgővel le tudjuk állítani, hogy melyik kifutót szeretnénk megcélozni. Tehát ugye Sochi Adlernek van egy 24-es és egy 6-os kifutója. Itt ugye a 6-osnak van ILS-e, tehát azért választottam ki ezt. És akkor itt be kell állítanunk, oda kell tekernünk itt a 6-osra. A 60 irányba be kell állítanunk ezt a kis iránytűt. És itt ez mutatja, hogy merre kell mennünk. Nagyjából, ugye meg is nézzük, hogy hogyan. Oda tekerek gyorsan, ahol látszik. Nos, itt már látszik is, hogy átfordult a másik irányba, az a kis ketyere, ami azt jelenti, hogy a másik irányában a helikopternek melyik oldaláról jön a jel. Ugye megfordulok, és akkor meglátjuk, hogy visszamegy a túloldalra. Na most éppen itt vagyunk pont nem messze tőle, és pont fordul át, hogy arra kell mennünk. És ott is van. Tehát ez azt mutatja, az a kis nyilacska, hogy merre van a kifutó. Tehát a mi helyzetünkhöz képest, az a kifutó, az most éppen erre felé mutat, tehát azt mutatja, minek után nem tud annyira átfordulni az a kis mutató, ezért csak azt mutatja, hogy a másik irányba lesz majd. Ráfordulunk. Úgy. Azt a két középső cuccot, azt a két középső kijelzőt nagyjából középen kell tartani, mind a kettőt, és akkor mutatja az utat.
és ha nem csapódok be, akkor tök jó lesz. Így is van. Teljesen véletlenül nem csapódtam be. És itt szépen végig megyünk rajta. És ez pont a közepét nézi. Jó. Ez nagyjából az ILS. Tehát ugye ő megmutatja nekünk, hogy nagyjából merre van a reptér. Menjünk át a másikra. Az NVD-re. Ez ugye 761,0. Na, beállítottam magam egy kicsit körkörös pályára. Jó. Azt mondja, hogy ADF homing. Itt az ADF rádiónk. És ezzel bekapcsoljuk az ADF módba. Ugye a jobb klikkel. És azt mondtuk, hogy 761, ugye? Itt az alsót, tehát a jobb klikkel, meg a bal klikkel az alsót lehet piszkálni. Ugye nem fogok lezuhanni. Jó. És ugye a 400 és 850 között volt a 761. És akkor szépen lassan elkezdjük tekerni ezt. Ups. Ezt középső egérgörgővel tudjuk a legegyszerűbben. És ahogy látszik, ott mindenféle ugrál az a, ez a felső kis jelecske. Ez akkor ugrál, amikor megtalálja a jelerősséget. Ugye megkeressük a 761-et szépen. Nagyjából. Jó. És amint látható, ez az iránytű, ez beáll abba az irányba, amerről jön ez a fönti. Ja igen, muszáj, hogy ez az ADF-re legyen állítva. Tehát van a VOR, és van az ADF. A VOR-nál azt hiszem, hogy nem kell különösebben foglalkozni vele. De az ADF-nél vissza kell állítani ide, és ugye azt mutatja, hogy ez arra felé van, tehát ugye a kis nyilacska lefelé mutat. Ki is veszem autópilótából. Még lehet nem pont a 761-et találtam meg. De még az is lehet, hogy igen. Nem. Mert az elvileg arra van. Akkor valami más találtam meg. Előfordul ilyen is. De a lényeg az, hogy a non-direction a beaconre, hogyha be tudunk fókuszálni, tehát megtaláljuk azt a frekvenciát, akkor ez az ADF móddal szépen rá tudunk hangolni, és mutatja nekünk ez a kis nyilacska, hogy merre van az a, az a beacon. Ez kb. Úgy működik, mint a hajóknál a világított arany, hogy így nagyjából arra van, nem mindig veszi a jelet, nagyjából arra van, de egy pillanat, csak megtalálom azt a 761-et, basszus. Hát ugye ez az. Nem, mert ez 775, ugye? Akkor 7... De lehet, hogy mégiscsak az lesz az. Az lesz az. Kicsit közelebb van a 750-hez, mint gondoltam, de nem baj. Na, lehet, hogy több az osztás benne. Jó, és akkor így meg lehet találni ezeket a non-directional beaconeket.
és mutatja nekünk, hogy merre van az. Én meg szétrázom a repülőt, vagy helikoptert, mert olyan okosan és óvatosan vezetem, hogy semmi baja nem lesz, és a crew chief nem fog megverni, amiért így vezettem. Na, nézzük meg az utolsót, az FM Beacon-t, ami a legegyszerűbb és legbonyolultabb egyben. Jó, és akkor az utolsó az FM Radio Homing, amire van egy tök jó küldetés. Az rá vagy Airbus Rescue Mission, nem mint Airbus, hanem mint Airbus. És ha megöszi az ember az a Huey-t, akkor kapja hozzá ezt a Belsimtech csinált, ez nagyon jó küldetés. Az FM rádió itt található, és ezen a rádión keresztül mi rá tudunk homolni, vagy rá tudunk keresni arra, hogy honnan jön a jel. Ennek a kis ketyerének a segítségével. No, először is be kell állítani a frekvenciát, szónak lenne, amikor elindulsz, hogy ez 40,5. Aztán ezt a mode switch-et be kell kapcsolni home-ra, tehát a legutolsó pontra, és már látszik is, hogy itt megjelent ugyanaz, ami az ILS-nél egyszer megjelenik. Vegyük el az autópilótát a barátunktól, és próbáljuk meg nem összetörni a járgányt. És különböző közben annyi dolgunk van, hogy ugyanúgy, ahogy az előbb, ugye megkeressük, hogy hol van a közepe ennek a meccéspontnak, és onnan fog jönni a jel. Jó, fent vannak. Igen, ez az idegesítő hang, az azt jelenti, hogy van jelünk. Menjünk közelebb. Kicsit rá egy... aha. Flare and orange smoke, oké. Okay. Ja, van ilyen searchlight, ilyen keresőfény is rajta. Hát ezt be lehet állítani, meg mozgatni. Én nem használom annyit a Huey-t, hogy ezt használjam. Úgyhogy használt vegyem. Szerintem ott vannak fönn a tetején a hegynek. Vagy teljesen lehalkítottam. De teljesen lehalkítottam. És szerintem ott lesznek fenn a tetején. Na, zoomoljunk rájuk egy kicsit. Na, ott a smoke. És ahogy látszik, ahogy odafordulok, mindjárt. Valamiért nem csinálja, de ilyenkor pont fölötte, vagy pont keresztbe kéne, hogy legyen a két kis csíkotlan. Lehet, hogy megint bugos. Volt már ilyen, hogy egyszer csak azt mondta, hogy akkor nem működök. De a lényeg az, hogy az a része még működik, hogy... megkeresi az irányt. Ott vannak a srácok.
Na. Pattanjatok be. Aztán mehetünk is. Csap, csap. Jó, hát ez most már nem kell. Beszálltok meg ma? Ja, beszálltatok, oké. Okay. Na. És akkor ugye ugyanúgy, ahogy az előbb. Itt most nem tudok nézni, de 116 MHz. BHF-en. Nem is kell, mindegy. Ja igen, eléggé fontos, ez a VHF trans, vagy ez a transmitter. Ezen kell piszkálni, hogyha belsőt szeretnénk, belső kommunikációt, UHF-et, FM-et, vagy AM-et. Az egyes az FM. Igen. A kettes a UHF, a hármas az AM. No. Nagyjából ennyi a rádió kezelés, illetve a rádió navigáció. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban, nem biztos, hogy tudok-e válaszolni. Ennyit tudok ebből is, és ezt is csak úgy, hogy így felszínesen. De remélem tudtam segíteni.